Sziasztok, Albino vagyok, és itt a következő No Man's Sky rész. Ugye előző részben felfedeztünk itt egy-két dolgot, most el is megyünk akkor az obszervatóriumhoz. Mert ugye azt terveztük először, így már nincs is olyan messze, hogy bekapcsoltuk egy kicsit a thrustert, vagy mi az. Mindjárt, nyugalom. Még, jó, most már lassíthatunk. Ah, ott van benne az obszervatórium. És hol van? Ja, ott mögötte. Aha. Az a baj, hogy... Ha, hülyén lehet irányítani néha a hajót. Az az, ott van. De lefele menjen már, hát. És akkor itt szállj le mondjuk. Az az. Oda is elmegyünk majd a trading posthoz. Nem tudom, az mi lesz. És meg azt tudom, most hová szállok le. Remélem elég közel. Ó, pont. Pont itt vagyok mellette, király. Ez mi kell? Ez egy bypass chip kell. Hú, ez viszont jó, mert akkor itt fel lehet fedezni az egész területet szinte. Azt most még nem. Ó, ott egy ládikó. Mi van benne? Shielding shard. Ezekbe. Ezt nyisd már ki, vagy azt. Plutónium. Amár mindben az van. Igen. Az meg egy üres. A shielding shardot viszont már mindjárt bele is teszem ide. Így akkor mindjárt föltöltjük ezt is. Ha esetleg vízbe megyünk, akkor legyen oxigénünk. És csinálunk egy bypass chipet, amivel felfedezik itt a környéket. Ja nem, ez a hajóhívó. De mi vagyok? Na, itt van, végül is ide hívtuk. Itt is volt, na nézzük itt mi van. Nincs már senki? Hello? Hello? Na mi van? Adjatok egy ilyen... geek. Ja, standing with a geek. Nem tudom ez mi. Fogalmam sincs, de itt van egy technológia. Ez mi? Short burst adaptor. Rapid, hát valami gyorsabb, gondolom gyorsabb tüzelés. Plusz 5-öt ad valamire. Van még itt valami? Ennyi? Ennyi az össz. Szedünk karbont. Nincs is itt senki, meg sem. Ah, itt van még valami. Ez is valami. Ja. 9780. Akkor 0 van az első helyen. És akkor csak ez lehet ennyi. Kizárásos alapon. Ez az, ezt akartam megnézni igazából, hogy itt a közelben van-e valami. Hát nem nagyon látok semmit. Ó, de bugol. Nem látok itt semmit a közelben. Aha, de viszont... De hát ezt már meg... Ezt már megtaláltuk előtte, és akkor nincs itt más semmi. Semmi, semmi. Ha nincs. Akkor megnézzük, esetleg körbenézünk. Hoppá. Esetleg, ha nincs itt semmi más tuti. Mondjuk, azt akartam mondani, állatokat azért megnézem. Hát ha. Ugye egy darab állat kéne még elvileg. Amit fel lehetne fedezni. Az is valami újdonság volt, de... Kis szikla. Nem, itt nincs semmi. Ezeket akkor felfedeztük, igen. Nézzük közbe. Nincs még meg az az egy. Az az egy rohadt állat kéne még. Most miért a boltcasterem vagyok? Nincs itt semmi más. Ah, itt egy ládikó. Ezeket nem tudom, miért nem lehet interaktálni. Na jó, akkor nincs semmi. Az mi? Mi azok is azok, ugye? Ja. Azok is már fölfedezett állatok, a mindegy, akkor viszont... Ha ezek megvannak... A hangok... Semmi érdekes, akkor viszont széveljünk. És
akkor nézzük meg a... Mondjuk... Ott is egy ruin. Ott is, az igen. Mindegy, nekünk egyik se kell. Mert megtankolom először is a hajót. Elég. Jó, van mindegy a life support. Elmegyünk arra. Most megnézzük azt a trading postot. Elég messze van így. Így is. Föl kéne repülni a zűrbe és úgy menni. Ott van Hold AND. Hát, annyira én nem vészes. És azért nem fogok kimenni az űrbe. Kibírjátok azt a 4 percet, meg közben is szkennelgetek. Úgyhogy fedezek fel majd helyeket, majd főleg, hogyha ide áttérek erre a szigetre. Jó lenne tényleg új állatot találni. Na, scan. Azaz, ott is van valami, látjátok? Ezért érdemes szkennelgetni mindig. Ez mi lehet itt? Nem tudom, de... Most! Leszállunk, és akkor elvileg elég közel kerülünk hozzá. Hát igen, mondjuk pont mellé. Hát ez is csak egy ilyen... ennyi. Nem, kell legyen másnak is. Nem hiszem, hogy csak ennyi. Igen, ez egy hajóhívó. Igen, ezek ismerős állatok. Más nincs itt a közelben? Ó! Oh. Igen, ezek már fel vannak. Az érdekes lepkék. Az is. Nem mondod, hogy itt nincs semmi más. Az ott mi? Az is fel van már. Nincs is, nincs más. Tényleg, ennyi az ez? Csak egy ilyen hajóhívó, ez hajóhívó, nem? Ja. Semmi roncs, vagy valami. Jó, lenne valami hajóroncsot is talán. Na mindegy, akkor szévelünk, azt megyünk tovább. Hát, ha más nincs, akkor most ez van. Ah, ezek üvöltöznek ám. Nem megyünk tovább akkor. Tartunk célunkhoz. Ó, merre is? Arra. 10 perc, majd mindjárt kevesebb lesz az. Nehezebb irányítani úgy a hajót, hogyha már be van gyorsulva. Az a baj, hogy a szkennelés is egy darabig. Most tudok újra szkenni. Ó, ja, de ezek víz alatti helyek. Az a baj, hogy ezek víz alatti helyek. Van egy csomó olyan víz alatti hely. De az a... Azt nem akarom, mert... Remélem az nem az. Nem, jó van, csak hülyén mutatja. Víz alatti helyeket is lehet így felfedezgetni, de az a baj, hogy ott... Igazából nem nagyon akarok. Na. Lassíts. Aj, de nehezen lehet irányítani néha ezt a hajót. Mi van? Még arrébb van? Azt hittem itt van a... ebbe a völgybe, de akkor a következőbe. Na igen, tölti a pályát, aztán lagol. Elég rendesen. Ugye, még arrébb? Hát hol? Ja, itt azért van. Itt. Itt lent. Lefele már, ne fölfele. Na jó, mindegy, itt elvileg leszállunk. Elvileg nagyjából fölötte vagyunk. Ó, ott látok valami fényt. What? Ott lent. Föl tudok ide jönni utána? Hát nem valószínű. Mi van ott? Igazából... Ó, van egy trading bot. Hoppá. Meg ott láttam valamit.
Na jó, akkor egy kicsivel előrébb megyünk. Ha, de aztán leszálltam, vagy valahogy hajó. Na, lefele. Hello. Mondjuk itt szerintem már leszállhatnánk. Körülbelül. Ó, már megint egy ilyen dög. Az ott van egy új faj. Van. Na hol van ez a poszt? Posztapokaliptikus cuccos. Hová lett? Komolyan eltűnt? Most komoly. Hová lett? Nem hiszem el. Így sem mutatja. De ott van-e? Milyen messze van? 2 perc? Várja? Hol? Hogy kerültem én ilyen messze tőle? Ezt nem hiszem el. Mindegy, akkor oda megyünk ahhoz a cucchoz. Ide leszállunk. Így, és akkor itt leszállunk. És az ott mi az Isten? Na, ez mit is csinál? A signal scanner. Nincs elég helyen, már megint. Hogy az? Na, ez mit csinál? Ja, igen. Nézzük még egy transmission-t. Van-e? Ott van még egy obszervatórium. Király, tele vagyunk obszervatóriummal. De nekem az kell... Ah, ott van-e? Minden csak 1 perc, és gyalog. Sok itt a fura állat. Igazából egy trading bot van csak ott, mondjuk az, az se rossz. Tudom, már lemerül a launching thrusterem megint. Na jó, fordulunk. Teljes fordulás. Ez az, most már végre rá tudtam fordulni rendesen. És akkor ott le tudok szállni. Remélhetőleg most már tudok. Hova repülsz fel? Ne repülj már fel. Na, így. Trédeljünk a robottal. Elvileg kéne nekem antimatter. Mondjuk el is adni. Cuccokat. Ezt eladjuk. Egyszer. Ez nem tudom mire jó. Trader. Ez majd később jó. Geek Charmból is van, ebből is van 2. Cuccokat nem adom el, inkább veszek. De most megnézem, tudok-e venni... Nem tudok szerintem venni, mert az fekete piaci termék szerintem. Jó. Hát akkor nem veszünk semmit, végülis ezt eladtuk. Megnézzük, hogy a zűrhajóba hol vagy. Pedig az űrhajó. Ja, de itt is meg tudom. Nincs. Igazából. Ennyi. Na. Mi van még itt? Itt egy láda. Mi volt benne? Ó, kenyér. Legalábbis én ezt kenyérnek mondom. Akkor azt még eladom. Ezt nem tudom, ez szerintem csak kereskedésre jó. Én legalábbis arra gondolok. Itt van. Így is kevesebbet lehet adni, hogy bead. Golden Metal, Increased Processing Power, Electronic Life Form. Jó van, egyelőre ezeket eladom, mert ezek mindig van. Na jó, akkor elmentjük.
mehetünk tovább. Lassan odaérünk az egyikhez, és akkor most már találtunk ugye egy másikat is, az a távolabbi. Ez 13 perc. És ez meg 1 óra. Hát akkor mégse az a távolabbi. De az mi az Isten ott? Meg ott azok a pöttyök, hogy villogyznak. Nem tudom. Na mindegy. Föltöltjük a thrustert. És lassan kell plutóniumot szerezni, meg kifogyunk. Na várjunk. Mi ez? Itt is van egy. Ja, az csillogott ott? Nem tudom, na mindegy, megnézzük, hogyha már itt vagyunk. Na. Ez egy egész szép nagy bázis. Ide mindenképpen érdemes leszállni. Hello, fiúk! Megjöttem! Ott a hajóhívó, azt már látom. De itt találok legalább új technológiákat. Az a hajóhívó, ugye? Nekem mégis így nem kell, hogy... Ja, az a hajóhívó. Jaj, ez izés. Na mindegy. Nem ez. Most miért váltasz el? Még a life supportot is. Na. Ez az. Hol van? Ó, titánium király. Jó. Amíg nem ér ide a többi, addig szétbontjuk. Elvileg szerintem az, ezt feltöröm, ha jól tudom, akkor ötös körözést kapok, ha jól emlékszem. Jönnek? Nem? Messze vannak, hogyha jönnek is. Ez az. Na nézzük. Ugye egy technológia. Beam. Ezt már azt hiszem kitanultam. Nem tudom pontosan, már nem tudom hány a szinti. Sentinel deaktivated. Ó, ez mi? Na, kaptam pénzt. Szerek még szenet is. Ha van még valami? Milestone. Ezt megvárjuk. 10 Sentinelt elpusztítottam. Na, van itt még valami? Az a baj, hogy ide nem tudok bemenni, de Atlas chip kell. Hozzá kettes szintű. Ja, itt van egy bigyó. Ez megint ilyen feltörős? Geek, Space Station. Mi ez? Na. Just an og visible text. Hát nem tudom, fogalmam sem. It's file. Akkor marad offline-ba. Na mindegy. Mert lehet, hogy bekapcsoltam volna, jól eltalálom, akkor kapok valamit. Vagy valami lesz. Na mindegy, hanyagoljuk. Itt már más nincs elvileg úgyse. Ebben mi van? Plutónium. Az mindig jól jön. Na jó, végülis a körözésem le is ment. Attól függetlenül riaszt ez a épület. Máshol nem lehet... Na, nem laggolj már. Máshol nagyon nem lehet bemenni. Itt van egy-két cuccos, de azok nem kellenek most. Akkor menjünk aztán... Széveljünk és menjünk tovább. Ide. Ez a 15 perces lesz az. Szerintem, meg ott is van megint egy ilyen... Ja. Tehát az se lényeges most.
Na, széveljünk. Ezek a laggok. Úgy. Vagyunk az observatóriumhoz. Na, fel van fedezve. Na, erre van az observatórium. Ez lesz az? Ez lesz az, mert a másik az messzebb van. Majdnem neki mentünk valaki. Hely? Az mi például ott? Tekem tudja. Wow! Mindjárt sikerül itt ütközzek. Na jó, most így megyek, egy kicsit most belendültem. Na jó, akkor mégis gyorsabban. Ah, az ott mi az Isten? Az ott mi az Isten? Az ott a másik bolygó lenne? Jaj, ugye nem izé. Az ott víz alatti hely. Ugye nem víz alatti hely lesz az is, ez a trading post, nem jó van. Nem, hát most minek repüljek föl az űrbe? Most ezért a két perc, de ez a baj, változik ez a 2 perces is, mert... Activate Hyperdrive, hát igen, majd azt is aktiváljuk hamarosan. Most egyelőre még nem. Na minden, megyünk a célunk felé, és most nem nézzük meg azokat a kis zöldeket. Ú, de jól néz ki ez a... Nem tudom, hogy ez mi akar lenni, ez a másik bolygó-e, vagy... Vagy az lenne a... Á, nem hiszem, hogy ez a trading post. Pulse Engine. Szerintem abban is kell majd tölteni üzemanyagot. Nem? Hát annyira nem. Ebbe rakunk egy kicsit. És akkor go tovább. Már csak 1 percnyire vagyunk, de az a másik bolygó lesz. Ott leszállunk. Ú, de milyen faszán néz ki így most. Aha, ott van azon a bolygó. A bolygó azon a szigeten. És akkor ugye innen meg lehet azt csinálni, például fölrepülünk az űrbe, és akkor átrepülünk a másik bolygóra, de az nagyobb, ott sokkal több mindent kell felfedezni. Onnan, azt hiszem onnan jöttem, ott kezdtem. Vagy ez a nap. Nem tudom. Mert még mindig tovább kell menni. Még mindig. 50 másodperc. Lehet, hogy ez a nap, mert eléggé... Ja nem, mert ott a nap. Ott látjátok, ott jobbra. Csak kicsit nehézkes ilyenkor irányítani az űrhajót, amikor ilyen gyorsan megyünk. És hát idézőjelben gyorsan. Annyira nem gyorsan, mint hogyha felmennünk az űrbe. De a körülményekhez képest gyorsan. Na, de mindjárt ott vagyunk, már csak 10 pár másodperc. Ugye nem is volt olyan vészes ez. Hogyha a másik trading poszthoz akarunk elmenni viszont, akkor oda már... Oh, itt is van valami, hely. Ho-ho-ho, ezt itt megnézzük. És ott, de jó néz ki innen messziről is. Csak ezt megnézem előbb ezt a... Na. Ezt itt. Nem új állatfaj, azt hittem. Megnézzük ezt a konténerszerűt. Az a bolygó is jól néz ki. Na. Remélem van benne értelmes dolog. Hát egy valami van, azt látom. Multitool technológia. Szerintem ez is már ismert. És nem tudom, hogy hányas szintű volt, vagy hogyan vannak itt szintek, meg ilyesmi. Itt nincs más. Jó, azért akkor ezt is el... Mentjük. Ó, viszont itt is van egy. Ez pedig Beam Impact. 3-as, plusz 3-as. Igen, ezzel most felfedezhetnénk. Ó. A heal, ez mondjuk maximum van. Az izotópokat összeszedjük. Jó. És elmentjük. És akkor itt egy kis türelmet kérnék. Hiszen még a hajózás, akkor mindjárt jövök. Ott is van valami. Hol a hajó? De ott fent.
Téged már ismerlek, ugye? Na. Ja. Titeket már ismerlek. Itt a rossz pénzt, itt a hajom. Ott is van valami. Vagy az volt az? Az volt az. De mi ide jegyünk, onnan. Na, innen látszik. Hú, de jól néz ki tényleg. Na. Ilyet se láttam még, úgyhogy ez is újdonság. Na, de viszont egy pillanat türelmeteket kérném most. Na gyerekek, akkor menjünk. Erre is? Arra. Ne, jól néz ki ez az út, vagy a trading post. Olyan jó kis leszállóhelyes. Hogy... Kérdés, hogy le tudunk-e majd szállni? Wow. Ilyet se láttam még a játékban. Hát van egy pár leszállóhely. Na, please már, lefelé. Na mindegy, megpróbáljuk. Na most. Remélem egy leszálló helyre rak le, nem mellé. Na. Ez az. Nagyon jó vagyunk. Gyerekek, nagyon tudunk. És akkor itt, ja, itt lehet bypass chippel hívni a hajót. Jep. Király. Mégis. Na nézzük, miket tudunk itt zsákmányolni. Üres. De örülök neki. Akkor valamit átrakunk ide. Ennyi ironunk van. Elvileg ez átfér mind oda. Így. Na mi van benne? Breed? Breed. Igen, ezekhez meg... Atlas Pascal. Na jó. Mindegy. Itt nincs más. Ott fönt van még. Minden egyes helyen lehet itt. Ah, hello! Mit mondasz? Nem értem. Na mindegy, beszéljünk veled. Partner. Despair. Meg give. Adjunk neki valamit. Adjunk neki ilyet. Heridiumot. Hát azért jobb. Megőrült. Mert adott valamit? Nem is adott semmit. Megadni neki karbont. És megnézzük azért. Ja, de itt most csak töltögetni tud valamit. Igen. Ja nem? Igen. Geek relic, ez nincs. Na mindegy, egy shieldet. Agrees. Jó. Akkor itt igazából semmi. Ez a trading robot? Trading terminál, igen. Mindegy, akkor eladjuk ezt a kenyeret, vagy mi ez? Ezt? Hát itt se jó. Ah, itt is csak ilyen keveset adnak érte. Nem baj. Jó. Venni mit tudunk esetleg? Semmi érdekeset. Köszönöm a türelmedet. Körülnézek még. Itt fönt is csak leszálló hely van. Hoppá. És akkor még a másik oldal. Akkor leülni nem lehet itt. Van még valami. Amit esetleg itt fel lehet fedezni. Ott van még valami fönt. Ja, ott van még egy pár ládikó. Na. Oxid. Na, üres. Ebbe. Geek Charm. Ebbe. Shielding Shard. Király. Akkor ennyi végül is ez a outpost. Nem tudom, hogy itt elmentette a játékot. Úgyhogy keresünk majd egy olyan helyet, ahol biztos, hogy elmenti. Ezt a Geek Charmot megáldom, mert most ebből van kettő. Meg azt hiszem a hajóba is van. Van három darab. Eladunk belőle kettőt. Így. Most már van. Ma majdnem 300 ezerünk. Starship inventory-ba is van egy, meg egy ilyen, ezt mondjuk meghagyom, mert nem tudom, még jó jöhet. Mi az, ami jó áron vesznek? Nikkelt elég jó áron veszik. Azt az űrben lehet igazából találni, plutóniumot is aránylag jó áron. De... Nem adunk el most semmit, hanem megyünk akkor
Nem lehet való szévelni esetleg a játékot. Itt, hát nem mindegy szerintem. Na, ne akadozz. Amúgy meg lehet nézni a hajókat. Igen, itt most jöttek is. Hogy ezekkel lehet beszélni, vásárolni tőlük, meg ilyesmi. Például meg is nézem most, hogy nem-e... venni. Nem-e tudok esetleg... ilyen fekete anyagot, antimatert, nem lehet, viszont akkor nézzük meg például a hajóját, meg lehet venni. Például ez egy 21 slotos hajó, és 824 ezer kreditért lehetne megvenni, de nekünk nem kell mondjuk. Van benne minden, és még van egy pár hely is, úgyhogy így lehet hajókat vásárolni például. Találni is lehet, de általában amiket talál az ember, azok egy-két szlottal nagyobbak csak. Sőt, egyel. Keresünk egy save pointot. Tudnátom, itt nincs. Vagyunk arra. Lehet, hogy ott is voltam, csak valami más kell csinálni hozzá. Na, esetleg. Erre. Ott van egy. Ott egy shelter. Ott már voltam az előbb. Akkor ott azt megnézzük. Ami ott van. Akkor az ott lesz. Nem, ugye nem vízi. Nem vízben lévő cuccos. Nem áll. Menj már lefelé. Látom, mindegy, ez vízi lesz. Úgyhogy az nekünk nem jó. Nekünk kéne valami szárazföldi cuccos. Kicsit gyorsítsunk. Nincs semmi még mindig. Menjünk át arra a szigetre. Illetve arra a földrészre. Szerintem ott már lesz azért. Legalábbis bízok benne. Igen, kicsit hosszabbra sikerül ez a videó, úgy érzem. Igen, ott is van. Méghozzá lassítunk. Remélem ez se vízi. Vagy ez nem vízi lesz. Na. Nem áll, hogy minden vízben van. Na. Lefele menj már, hát. Na jó, megnézzük egyszer. Itt leszállunk, hogy az mégis hol van az a cucc. Na, vízi. Nem hiszem el. Viszont itt találtam egy ilyen szót. Knowledge. Geek World Love. Hát igen, az víz alatti cucc, azt akkor hagynyagoljuk. Jó, vissza a hajóra. Hogy áll a thruster? Ó, még 50%-on van. Egy bírgya. Na, szkenneljünk egy kicsit. Ó, ott van. Ó, de az nem az, amit... Az is víz alatti. Ezt nem hiszem már el, komolyan mondom. Merre menjünk? Menjünk arra. Komolyan mondom, most szeretnék találni egy helyet, ahol tudnék menteni egyet. Erre most nem ad be semmit. Ott van. Remélem az már nem víz alatti lesz. Az már talán nem. De. Vagy nem. Elvileg nem. Remélem itt van ezen a szigeten. Elvileg. Hol van? Ezt ne szórakozzál már velem. Elaggulj már. Igen, ez már él, vagy ez már megvan. Érted, most meg eltűnik az a pont. Ez. Mit kell? Ezt jelezte volna, mit kell? Nem hiszem. Akkor hol van az a hely? Ah, nem ez kell. Szedünk egy kis nikkelt. Nem tudom, hol van az a hely. Lehet, hogy ezt jelezte. Szedünk némi nikkelt. Annyi elég is.
Az már megvan. Hát gyerekek, fogalmam sincs, hová lett. Most a hajóm is hova van. Ott van lent. Hát de basszus, komolyan mondom. Na mindegy, megyünk tovább, mert tényleg jól lenyújtom ezt a videót. Keresünk tovább. Fogalmam sincs, hol lehet. Az is víz alatti. Remek. Na, szkennelő. Na. Ott van egy. Na végre. Végre már. Csak tudjak is leszállni oda. Ez az, 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 és most. Nagyjából. És akkor végre elmentem itt. Nem vásárolunk, nem adunk el semmit, nézzünk, van-e új technológia, vagy valami. Üres. Ja. De izotóp van, power can. Nem hiszem már el. Így. Na mi van ebbe? Power canister, ezek mondjuk jól jönnek. Na jó, gyerekek, elmentjük most már, és akkor... Arany. Csak ennyi lett volna ez a rész, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, még nem tettétek meg. Leírásban található csatornalinkeken nézzetek szét, és ott is értékeljétek a munkákat leírással. feliratkozással, lájkkal. És kommenteljetek. Legközelebb folytatjuk. Wow. Sziasztok!